Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, Nagybőjt 5. vasárnapján, a régi nevén a Fekete Vasárnapon, amikor megkezdjük Urunk szenvedésének átélését, elmélkedését, és egyúttal átérzését is, különösképpen a mai alkalommal, amikor beteg testvéreinknek a megerősítő szentséget felkínáljuk, a betegek kenetét a Szent Mise után. Átéljük a szenvedésnek üdvösséghozó, a világot megújító lehetőségét és ajándékát. Most még a szenvedésben az ember valami büntetést lát, valami kellemetlen és nem kívánatos dolgot, de amikor mindennek a győzelme megvalósul a húsvét örömében, Jézus legyőzi a bűnt, a halált és annak következményeit, ennek ünneplése megerősíti a mi áldozatvállalásunkat is, és segít abban, hogy értelmessé tegyük minden kereszthordozásunkat. Ezen a vasárnapon elfedjük a feszületeket a templomban, mert majd a nagypénteki szertartásban, a kereszt leleplezésében szeretnénk kifejezni azt a csodálatunkat, amit az Úr Jézus iránt, az ő megváltó szeretete iránt hálával fogadunk. A mai szentmisénket Élő László és Ágnes testvérünkért ajánljuk fel hálatelt szívvel, 50. házassági évfordulójuk alkalmával, családjukért, gyermekeikért, unokáikért is imádkozunk. És a hálaadásunk közösségi értelemben még teljesebb, hiszen arra is gondolunk a mai vasárnapon, hogy egy évvel ezelőtt, akkor az irgalmasság vasárnapján indult el itt a templomunkban az örök imádás Megyesi Zsuzsa testvérünk szorgalmazására, amely azóta is töretlenül folyik, zajlik imádságban és a szolgáló szeretettel egybekötve plébániai közösségünkben. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és imaszással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Lord, come on, Lord.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, s halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, aki egykor utat készített a tengeren át, és ösvényt a nagy vizekben, aki kivezette a harci szekereket és lovakat, a hadsereget és a hőst, elbuktak és nem keltek fel többé. Odavesztek és kialudtak, mint a mécses lángja. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, és már sarjadóban is van, nem látjátok? Valóban utat készítek a pusztában, és folyókat a sivatagban. Dicsőíteni fog a mező minden vadja, a sakálok és a struccok, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak népemnek, az én kiválasztottamnak. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten minden hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célba lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekidülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje. Lélekkel bírnak, védkeink bocsánat.
hogy neked teremtünk tetszésedre lehessünk, most és mindörökké. Irgalmazd, könyörgünk, irgalmazd! Tieidnek, kiket megváltottál házad népének. Ne tekintsd érdemeink elégtelen voltát, hanem inkább kegyelmednek bőségét. Ezen szentséges bőtölés által, kegyelmes Atya, kérünk, semmisítsd meg bűneink adós levelét, hogy indító és segítő kegyelmeddel, éberen és sérelem nélkül, a te szentséges föltámadásodra eljussunk. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésenért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát, te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, és csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és megszólította. Asszony, hol vannak, akik vádolnak téged? Senki sem ítélt el? Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és a televíziók mellett. A házasságtörő asszony története reményeink szerint és hála Istennek csak kevésbé jellemző a jelenlévő testvéreim életében vagy környezetében, de mégis tanulságos, annak az ószövetségi felfogásnak megértése,
amely igen szigorú büntetéssel sújtotta a hűtlenséget és egyoldalúan csak az asszony részéről. A megkövezés olyan közösségi kizárást is jelent és elhatárolódást, amely nem csak a közösség életéből távolítja el a bűnöst, hanem az élők sorából is. Ez a súlyos büntetés éppen a mértéke szerint is rá tud arra világítani, hogy mennyire nagy az Úristen irgalma, milyen nagy az ő szeretete. Nincs olyan nagy bűn, amit ő ne bocsájtana meg, hogyha valaki azt megbánja, vagy félre teszi a múltat, és új életet akar kezdeni. Isten irgalmas szeretetéről szól ez a mai történet, és nem a házasság felfogásáról vallott nézeteinket bontakoztatja ki a mai gondolatunkban, hanem a nagybőjt üzenetét hordozza, és a mai szentmiséhez kapcsolódó szentség kiszolgáltatást, a betegek kenetét világítja meg ez a történet. A Jóisten irgalmas, és sem betegséggel, sem a halállal nem akarja sújtani, büntetni az embert, hanem azt akarja, hogy az üdvösségre találjunk rá, akkor is, hogyha valami figyelmeztető jelet ad számunkra egy-egy betegségben. A kereszt hordozására hív meg bennünket, a szenvedéseknek a tartalmas vállalására, mely, mint említettük a Szentmise kezdetén, nem értelmetlen dolog, hanem üdvösségszerző lehetőség lehet, ahogyan elfedtük a feszületeket a mai vasárnapra. Úgy áll előttünk maga a szenvedés is, a betegség is, mint titok, mit akar ezzel az Úr. És amikor leleplezzük a feszületet, akkor megtudjuk, és majd ez nagy péntek szent napjának, és aztán a húsvéti feltámadás örömének az üzenete. Minden megpróbáltatás az életünket akarja, az üdvösségünket szolgálja. Megható eseményre került sor a tegnapi napon, amikor 4 fiatal testvérünket a beavató szentségekben részesítettem Szentmise keretében tegnap délelőtt, és amikor felnőtteket keresztelünk, akkor megkérdezzük az Anyaszentegyház nevében tőlük, hogy mit kérsz Isten egyházától, és erre azt válaszolják, hitet, és mit vársz a hittől, az örök életet. Ezért vagyunk mi hívő emberek, ezért járunk az Úr Jézus nyomában, ezért halljuk meg az ő felhívását, hogy vegyük föl minden nap a keresztünket, mert ő az örök életet akarja adni nekünk, és ez az örök élet útja. Nem önkéntesen keressük a szenvedést, még inkább igyekszünk elkerülni a betegségeket. Ma van például a nagyvilágban az egészség megőrzésének a világnapja. Valóban fontos, hogy megelőzzük a betegségeket, amelyek elkerülhetőek. Tehát nem önkéntes betegségkeresők vagy fájdalomkeresők, önkínzók vagyunk, hanem elfogadjuk az üdvösséghozó lehetőséget a mindennapi keresztjeinkben, amellyel az Úr Jézus nyomában járunk, és amelyek segítenek bennünket az üdvösség útján. Olyan szép a katolikus egyház katekizmusának tanításában az a megjegyzés, hogy a betegek szentsége történetesen bekapcsol bennünket az Anyaszentegyház életébe. Amikor így módon, ahogyan majd ma is tenni fogjuk, közösségben, a hívő közösség együttesével kiszolgáltatjuk ezt a szentséget, akkor arra gondolunk, hogy nem vagyunk magunkra hagyatottak a gyengeségünkben, a nehézségünkben, a kereszthordozásban,
mert segítünk egymáson. Mindenkinek megvan a cirenei Simonja, ahogy tudjuk ezt a keresztúti stációkból, az 5. állomás eseményéből mindannyiunknak van Veronikája, aki kendőt nyújt. Vannak együttérzők, segítők, és így segítjük és támogatjuk egymást. De arra is kell gondolnunk, és itt vagyunk a Szent Angyalok templomban, hogy a szentek, az Isten közelében lévők, így a szent angyalaink is oltalmaznak, segítenek bennünket ebben a kereszthordozásban. Tehát a betegség, a fájdalom nem öncélú jelenség az ember életében, hanem segít abban, hogy közösségünkben egymásra találjunk, és egymást terheit is tudjuk hordozni. Ami pedig a szenvedő részéről nagyon fontos lehetőség, az üdvösség előmozdítása a közösség javára. Azért, hogy a közösségünk megszentelődjön, azért, hogy a közösségünk tagjai megtérjenek, azért, hogy minél többen üdvözüljenek, ezért fölajánlhatók a szenvedéseink, a kereszthordozásaink. És kifejezetten nem csak jelenlévő testvéreimnek említem ezt, hanem a kedves televízió nézőknek is, akikhez most külön szólok, hogy a betegség, az otthonlét, az egyedüllét, az ágyhoz kötöttség mind felajánlható állapot. És egyúttal azt is kérem, és arra is buzdítom testvéreimet a televíziók mellett, különösen most a húsvétra készülve, hogy hívják lelki pásztoraikat, hívják a lelki atyákat lakóhelyükön, a saját lelki pásztort, hogy szolgáltassa ki a szentségeket, hogy legyen lehetőségük a szentgyónásban részesülni, az eukarisztiával táplálkozni, és a betegek szentségében is megerősödni. Ez érdemszerző lehetőség az egész közösség, az egyház javára. És vajon miért? Erre is megadja a választ a mai evangélium, a házasságtörő asszony esete. Az Úr ismeri a mi gyöngességeinket, és nem csak, hogy ismeri, hanem magára is vette azt az Úr Jézus Krisztus. Amikor Jézus a vádaskodások közepette, a földön, a porba írogat valamit az ujjával, egyesek szerint, a Szentírás magyarázói szerint, akkor valószínűleg a körülállók, ott körülötte lévőknek a bűneit vagy a hibáit írogatja. Lehetne bűnlajstromot írni mindenkinek az egyéni dolgairól, ügyes-bajos dolgairól, és aztán ez ki is derül akkor, amikor mindenki elmegy, nincs, aki rádobja a követ az asszonyra, mert egyikük sem volt bűn nélküli. Az Úr ezt mind tudja, mindent tud rólunk, de ő nem a bűnöket akarja felróni nekünk, és nem akar betegséggel sújtani emiatt, hanem éppen ellenkezőleg magára vette a mi gyengeségeinket, hogy aztán együtt hordjuk ezeket az emberi terheket, amely mind a bűnbeesés következménye, és ugyanakkor megvan most már a kiút ahhoz is, hogy ezeket leküzdjük, hogy az élet, a megváltott világ győzelme áradjon szét az emberi szívekben. Az irgalmas szeretetet tolmácsolja Jézus. Ennek jele volt az, hogy ő sokakat meggyógyított. Elég volt egyeseknek az, hogy Jézus csak szóljon egy szót, mint a kafarnaumi százados esetében, és meggyógyult az ő szolgája, katonája. Elég volt az, hogy távolról a beteg gyermek meggyógyulhasson, mert Jézus rágondolt, és a fájdalmas apukát, aki kétségbe esett, megnyugtassa, hogy a fiad él. Elég volt az, hogy a vérfolyásos asszony megérintette Jézus ruhájának a szegélyét, és meggyógyult.
mert Jézus irgalmas szeretettel jött közénk, és amikor nem gyógyított meg minden betegséget, és ma is ez előfordul, hogy nem mindenki gyógyul meg, aki imádsággal ezt kéri, az is meggyógyul valójában a lelkében, a hitében, és mások és önmaga üdvösségében is ki tud teljesedni. Tehát így módon, lelki értelemben mindenki elnyerheti a gyógyulást, a testi keresztek viselése pedig az üdvösség útján segít bennünket előbbre jutni. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a betegek szentségét bevezetni, és mint említettem, ennek a lehetősége majd a Szentmise után nyílik meg azoknak, akik erre jelentkeztek, és elvégezték a szentgyónásukat, és kérik most a megerősítést a Szent Kenetben. A Szentmise után lesz a külön szertartás a betegek szentsége kiszolgáltatására, és természetesen úgy kérjük mi mindnyájan a Jóisten kegyelmét, hogy az ő irgalmában, életadó szeretetében, ennek hitében megerősödjünk. Most a szokásos hiszek egy elimádkozása helyett megújítjuk a keresztségi elhatározásunkat, amit annak idején a szüleink vagy keresztszüleink tettek, akiket gyermekkorunkban kereszteltek, vagy magunk tettük meg, amikor felnőttként keresztelkedtünk, és így fejezzük ki bizalmunkat a gyógyító és irgalmas Isten iránt. Most kérem, hogy álljunk föl erre a hitvallásra, és egyúttal a felolvasó testvéremet is kérem, aki majd a hívek könyörgését olvassa, hogy foglalja el a helyét az ambónál. Kedves testvéreim, mielőtt megkapnátok a betegek szentségét, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Most tehát tudatosan mondjatok ellent a gonosz léleknek, tegyetek hitvallást és feleljetek együtt arra, amit az Anya Szent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondotok-e a sátánnak? Ellen. És minden cselekedetének? Ellen. És minden csábításának? Ellen. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Gyengeségünkben forduljunk most fohászainkkal a mindenható és irgalmas Istenhez, emeljen fel bennünket elesettségünkből, és adja, hogy bátran viseljük mindennapi keresztjeinket. Add, Urunk, hogy mindenki tartsa tiszteletben a házastársi hűséget és a családok egységének megőrzéséért, legyen kész minden áldozatra. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai nagy bölcsességgel és szelídséggel gyakorolják lelki hatalmukat, amelyet Krisztus Urunktól kaptak. Add, hogy az állami igazságszolgáltatás a rossz szándékú emberek elrendtetésére és a vétkesek javulására szolgáljon. Add, hogy életünk nehéz helyzeteiben is mindig megtaláljuk a helyes megoldást. Add, hogy jó tetteinkkel sose hivalkodjunk, és hibáinkat mindig készségesen beismerjük.
Add, hogy bűnbocsátó irgalmad ne könnyelmiségre indítson minket, hanem irántad való szeretetre gyulassza szívünket. Add, hogy betegeink, idős és kereszthordozó testvéreink a Szent Kenet szentsége által elnyerjék megerősítő kegyelmedet. Add, hogy László és Ágnes testvérünk, akik aranylakodalmukat ünneplik, családjukkal együtt továbbra is az Isten szeretett hűséges útját járják. Irgalmas Istenünk, alakíts szívünket, hogy határozottan elforduljunk a bűntől, de legyünk megértők a bűnösök iránt, Szent Fiat szelídségét követve, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. És ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyan így kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.
Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. A Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi a Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék maga jöjjék, hanem csak egy szóval mondok, és megjövök az én lelke.
nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. Jézus, Mester, Krisztus, Te vagy.
Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Most imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrásnak, küldd el szent lelkedet, az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus, felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő bőségünk, fővárosunk, élünk, Európa és a világ eltűnő ünnepsasszony. Kedves testvéreim, hálát adunk a Jóisten kegyelméért, jobbal együtt az ószövetségi igaz szavait ismételve elmondhatjuk, hogy az Úr adta, az Úr elvette tőle azt, amilyen volt, de mégis áldotta az Úr nevét, és hogyha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is, mondja Jób. Ez természetesen nem a rossz keresését jelenti, vagyis a számunkra kedvezőtlen dolgok keresését, mert hiszen a rossz valósága az a jó Istentől való elszakadásban áll, nem pedig a kellemetlen jelenségekben, próbatételekben, amelyek életünket kíséri, és így nem a betegségben. Így, amikor jobbal együtt, bizakodóan kérjük most a Szent Mise után a betegek szentségének megerősítését, akkor az élet keresztjeit nem rosszként értelmezzük, hanem az üdvösségszerzés és mások üdvössége munkálásának a lehetőségeként. Amint említettem, akik előkészültek erre, kérem, hogy maradjanak itt a Szent Mise után, az áldást követően az asszisztencia kivonul, és itt a templom előterében, ahogy a szentáldozáshoz szoktunk jönni a szentély elé, itt fogom kiszolgáltatni a Szent Kenet szentségét. Közeledik a nagy hét, pontosabban mához egy hétre megkezdődik a nagy hét ünneplése és annak a programjai. Mindezeket megtaláljuk az angyalszó hírlevelünkben, nyomtatott formában, de megtaláljuk az a plébániai honlapon is, a szentangyalok.hu weboldalon. Aki pedig feliratkozott már korábban, rendszeresen megkapja e-mail változatban is a hírlevelet. Az elmúlt évhez hasonlóan alakulnak majd a nagy hét eseményei és imádságai, szertartásai. A jövő vasárnap 10 órakor lesz a virágvasárnapi barkás körmenet, amely majd a templomkertben kezdődik, és itt a Szent Mise keretében pedig a passió éneklése teszi Urunk szenvedésének vasárnapját ünnepélyessé. A többi programot most nem részletezem, a nagy hét programjait, mindezeket tehát megtaláljuk a hírlevelünkben. Amit szeretnék most kiemelni, és meg is teszem, az pedig a Szent Jónás elvégzésének a lehetősége. Akik most készültek a mai szentségfelvételre, már elvégezték a Szent Jónást, ami egyúttal lehet akár húsvéti Szent Jónás is. Akik pedig még nem készültek így módon elő a Szent Jónás szentségével az ünneplésre, legnagyobb ünnepünkre,
a hírlevélben feltüntettem a gyóntatás lehetőségeit. Nem ironikusan, de mégis el kell mondanom, hogy még nem kaptam meg Szent Pió atyának azt a képességét, hogy egyszerre két helyen is tudjak előfordulni. Ezért az ünnepi szertartások alatt, illetve annak közvetlen közeli időpontjában nem tudom fölajánlani a gyóntatás lehetőségét. A Szent Gyónásra külön időpontokat kínálok. A szombati napon a Szentmisét követően, Nagy Kedden reggel a Szentmise előtt is és után is, Attila atya is ígérte az érkezését Nagy Kedden, és nagypénteken a közös keresztút járás után a körülbelül a 10 órai 4-11-es időpontban is délelőtt lesz lehetőség a Szent Gyónás elvégzésére. Olyan sűrűek és olyan hosszú, szép szertartásaink vannak a nagy héten, hogy kérem a Szent Gyónásnak ezeket a külön időpontjait kihasználni. Nagy örömmel számolunk be arról, hogy a Karitász gyűjtés alkalmával 310 kg tartós élelmiszer gyűlt össze itt a templomunkban, és ezzel 34 gazdagréti családot tudtunk támogatni. Isten fizesse meg a nagylelkű adományokat a tartós élelmiszer gyűjtés alkalmával. Nagybőti áhítat lesz szombaton délután, 5 órai kezdettel itt a templomban, a Szent Gábriel Irodalmi Klub szervezésében verses-zenés áhítatot tartunk Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapig címmel, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A baba, mama, papa kisgyermekes szentségimádásra továbbra is várjuk az érdeklődőket Lázár Fülep Tímea vezetésével. Szerdánként 3 és 4 óra között délutáni időpontban. A Szentkenet kiszolgáltatását követően megtartom a tájékoztatót a szentföldi zarándokok számára, és kérem, hogy itt a templomban maradjanak azok, akik ezen részt vesznek. Ismét hálát adok a Jóistennek azért a kegyelemért, hogy elindult egy évvel ezelőtt, április 8-án, tavaly az Irgalmasság vasárnapján. Az örök imádás, megköszönöm Megyesi Zsuzsa testvérünknek is, aki ezt előmozdította, aki a mai délutánra közös imára és hálaadásra hívja a kedves testvéreket, akik részt vesznek az örök imádásban. Délután 5 órakor kezdődik majd a hálaadó imádság, majd pedig találkozó az örökimádó kápolnában, illetve a mellette lévő kávézóban és előtérben. Most még annyit elmondanék, hogy a templomunkban miután elindult a gyermekek szentmiséje, az mindig egy rövidebb szentmise a nagymise mellett, aki netán alkalmanként sietős dolga van, vagy más programja van, vegye igénybe ezt a lehetőséget, és egyúttal így hívom fel a figyelmet arra, hogy a nagy hét ünneplése és a húsvéti események ünneplése az hosszasabban szokott történni. A gyermek misék egész nyár elejéig tartanak, aztán majd ősztől folytatódnak. Aki szeretné a vasárnapi szentmisét így módon rövidebben megünnepelni, az ő számukra ez a lehetőség kínálkozik, illetve egyúttal azoknak is, akik nem szívesen vesznek részt a televíziós közvetítés élményében, tehát így módon lehet más szentmisét is választani. Most pedig a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévőkre és a televízió kedves nézőire egyaránt.
Az Úr legyen veletek. Isten az irgalmasság atya, aki egyszülött fiának kínszenvedésével példát adott a szeretetre, adja meg nektek, hogy Isten és az emberek szolgálata által elnyerjétek áldásának mérhetetlen ajándékát. Amen. Adja meg nektek a boldog örök életet, miután földi halálával megmentett az örök haláltól, amint ezt hittel valljuk. Amen. Kövessétek az ő alázatosságának példáját, hogy vele együtt eljussatok a feltámadás dicsőségébe. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istenem, Szent Mihály arkangyal, védelmez minket. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, Thank you.
kérjük a Szentlélek kiáradását, hiszen a Szent Kenet szentsége a Szent Lelket hívja ránk megerősítésül, az Isten lelkét, hiszen benne van az imádság a szentség szövegében. Segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. A csöndes kéz feltétel hívja most a Szent Lelket rátok. A tavaly megáldott, a tavalyi nagycsütörtökön megáldott olajjal történik a megkenés. Testvéreim, ez a megáldott olaj a Szent Háromság egy Isten emberszerető jóságának jele és eszköze. Illő tehát, amikor most kezünkbe vesszük, Isten jóságát megköszönjük és mondjuk, áldott légy Istenünk. Áldott légy Istenünk, mindenható Atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért fiadat a világba küldted. Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsd. Áldott légy Istenünk, vigasztaló szent lélek, aki gyenge testünkbe a magad erejét öntöd. Urunk Istenünk, mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést és gyengeségükben erőt, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A Szent Kenet kiszolgáltatása úgy történik, hogy kérem, hogy tegyétek így majd a tenyereteket, megkenem először a homlokotokat, és majd a két tenyeret, és mondom a szertartásnak, a szentség kiszolgáltatásának a szövegét, amelynek folyamán kétszer is ámment válaszolunk. Tehát segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Amen. És erősítsen meg jóságosan. Amen. Utána a helyünkre távozunk, de kérem, hogy akik a szentségben részesülünk, még várjuk meg egymást, hogy ne az legyen, hogy valahogy így elfogy. Ez nem a búcsú szimfónia, ugye, mint amit Haydn mester megkomponált, hanem közös liturgia, várjuk meg egymást a végén. És természetesen aki fölvette a Szent Kenetet, vigyen egy emlékképet magával, erre ráírhatjuk a mai dátumot, hogy el ne felejtsük, és azt, hogy a Szent Kenet emlékére kaptuk. Akkor kérem a testvéreimet. Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneitől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. A Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneitől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. A Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneitől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. A Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneitől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. És nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Szabadítson meg bűneitől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneitől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneitől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. Szent Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével.
Amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg valóságot. A szent kelet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. Amen. Szent kelet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. A szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. A szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg jóságosan. Szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen. Szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a szent lélek kegyelmével. Amen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged és erősítsen meg.